a világon egyedülálló sörfőzőgépet fejlesztette ki fiatal magyar feltalálók. Ezzel akár otthon is bárki bármikor könnyedén elkészítheti a saját sörét. Igen, de vendégeink Pál Balázs Marcell és Tél András, igen, ők a feltalálók is, meg ugye az alapítók, és Ducsai Olás Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója. Kezét csókolom, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt. Először is fiúk, ugye Bruinak hívják, jól mondom? Igen, jól mondom. Hívják ezt a szerkezetet. 2 évvel ezelőtt pattant ki a fejetekből ez a gondolat. Körülbelül, igen. Igen? Mi már most gratulálunk ehhez. Köszönjük szépen. Kinek az ötlete volt? Ezt be tudjátok lőni egyébként? Hogy... Hát ez egy olyan dolog, hogy ha mi hárman nem ülünk le, akkor soha nem jött volna létre az ötlet. Ezért mindig azt mondjuk, hogy mi hárman együtt találtuk ki. Az Andrisnál jött az egy sörözés folyamán. Ő már régebb óta főzött otthon sört. És amikor nekem elmesélt, hogy 60 forintból lehet otthon nagyon jó minőségű sört csinálni, akkor elkezdett érdekelni a dolog. És próbáltuk kitalálni, hogy lehetne egyszerűbbé tenni az otthon sörfőzést, mert az otthon sörfőzés az a probléma, hogy neked 10 órába telik az, hogy 20 liter sört lefőzzél. És mivel az Andris mérnök, meg lusta is, akkor elkezdődött ennek a rövidítése, úgymond, ami végül abba teljesedett ki, hogy most már 10 perc alatt tudsz sört főzni ezzel a masinával. Tehát gyakorlatilag egy poénból indult az egész, tehát viccelődtetek sörözés közben. Igen. De ők komolyan veszik a viccet is, látod, hogy megcsinálják. Ez a szerkezet. Zsanett, még mielőtt a fiúk megmutatják azt, hogy egyébként tényleg hogyan készül el a sör 10 perc alatt, szerintem önöknek is egy nagyon nagy piros pont, ezt írják be az ellenőrző könyvükbe, hogy önök tulajdonképpen, mint a kereskedőház, felkarolták ezt a fajta innovációt, ugye, mint startup, igen. És tulajdonképpen a fiúkat, ugye, nem tudom, most befektetőkhöz segítették hozzá, vagy egyszerűen csak összeszedték nekik a pénzt a gyártáshoz. A Magyar Nemzeti Kereskedőház InnoTrade programja keretében azt a célt tűzte ki, hogy fókuszálva startup cégeknek az igényeire, olyan programokra segítjük ki, és tesszük lehetővé az ő jelenlétüket, ahol egyrészt piaci visszajelzést kapnak, hogy egy őrült ötletből egyébként van át ténylegesen piaci kereslet rá. A minimum feltétel az, hogy legyen pilot fázisú, tehát kézzelfogható legyen a termék, beszélnek angolul, legyen piacismeretük, tehát hogy nagyjából azért már saját maguk, tehát ameddig ők el tudtak jutni, addig azt megtették, és akkor jövünk mi, akik a nulladik külföldi piacra lépési lehetőséget megadjuk nekik. A fiúk és a másik startup cég is, akit kisegítettünk, ők egy okos kockát fejlesztettek ki, mind a ketten azt mondták, hogy nagyon komoly, akár disztribútorokkal, akár befektető őkkel találkoztak, ami nyilvánvalóan a következő lépést, újabb fejlesztéseket, újabb piac lehetőségeket ad nekik. Mennyi pénzt tudtak számukra összegyűjteni, ha lehet így fogalmazni? Az InnoTrade program keretében 10-12 program lesz idén, ez körülbelül 100 milliós nagyságrend, amíg ezek a programoknak a stand és egyéb ott léte a fiúknak, amennyibe ez körülbelül kerül. Tehát tulajdonképpen innentől mondjad. Mondd, és majd utána folytatom. De nem csak annyira érdekel engem ez. Látom, hát ráfeküdtél a sörgépre. Azt tudod, ezt nem adom. Mert komolyra fordítva szó, tehát ez az összeg akkor számotokra már elegendő ahhoz, hogy ennek a gyártása elkezdődjön. Bocsánat, nem nekik adtuk a pénzt, hanem ezeken az eseményeken való részvételben segítünk nekik. Tehát de most akkor nektek 0 forintotok van, ahhoz elkezdjétek gyártani? Mi ezt közösségi finanszírozásból finanszírozunk, ahol körülbelül 725 ezer dollár folyt be nekünk. Ez még egy emberi történet. Nézzük, hogy hogyan működik gyorsan, hogy a nézők is megismerhessék a működését. Gyakorlatilag kinyitjuk meg, tudjuk. Kérdezzük meg a műszaki végzettségű András. Nem egy bonyolult szerkezetről. Igen, olyan, mint egy fritőz belülről egyébként. Hát kívülről egyszerűnek néz ki, de valójában belül rengeteg elektronika található, rengeteg szelep, pumpák, hőcserélők, főzőlapok, szenzorok, mindenféle van a gép aljában. Kívülről valóban ez egy letisztult eszköz. Na nézzük, két nagy tartály van, Andris, középen pedig 4 darab pici. Pontosan, ebbe a tartályba kerül a maláta. Uh-huh. Ez a maláta, ez úgy kell elképzelni, mint búza szemek, csak átment a malátázás folyamatán, aminek a során kialakultak bennük cukrok, amik majd később egyszerűen erjeszthetőek lesznek. Igen. Ez kerül ide egy zsákba, ide jön 4 kisebb zsákban a komló. A komló felelős a sörnek a tartóságáért, illetve ez adja a sörnek a keserűségét és a egyéb ízeit is, és ide kerül a víz, amit vagy saját magadnak tölthetsz be, vagy pedig kiválasztod, hogy a gép automatikusan betöltse ezt a vizet neked. Igen. Laikus kérdés, de miért zsákban? Mert utána egyszerűbb tisztítani. Ez ennyire egyszerű. Na, erre majd figyelj oda. És akkor utána megnyomunk egy gombot, és ő elkezd dolgozni.
Pontosan. 10 perc alatt lefőzi a sört. Hol jön ki a sört? 10 perc az, ami neked munkád van vele. Ja, utána nem kell ott lenned, elmehetsz dolgozni, elmehetsz moziban, mert hogy az okostelefon alkalmazáson keresztül lehet követni a sörfőzés folyamatát, és mindig értesít, hogyha haza kell menni, és el kell tenni a sört. De mennyi idő nagyjából? Maga a sörfőzési folyamat az 5-6 óra, azonban ez csak annak a folyamata, hogy a malátából a cukrok átkerüljenek az úgynevezett sörlébe. De 5 óra ezt után lehet fogyasztani akkor? Nem, ezt a sörlevet még el kell tenni érlelni, igen? És az érlelés során, mivel hozzáadunk élesztőt is, az élesztő a cukrokat átalakítja alkohollá, és így fog kialakulni a sör. Ez az úgynevezett érlelési folyamat, ez körülbelül 2 hetet vesz igénybe, tehát 2 hét múlva lesz fogyasztható a sör. Uh-huh. Fiúk, órákon át tudnánk veletek beszélni. Én azt mondom, már jelzem a szerkesztőknek is, hogy gyertek vissza valamikor, és akkor valahogy leteszteljük, elindítjuk előző nap, majd a sörfőzés lesz, akkor másnap megkóstoljuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mindenkinek gratulálunk, aki ebbe a projektbe részt vesz. Köszönjük. Mi is köszönjük.